Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Legyen csodálatos a hétvégétek, kuppanjatok le, érezzétek otthon magatokat nálunk, és már látjátok, mivel fogok dolgozni, pontosabban elmondom nektek. A Blackstone-nak az elektromos pancsáját fogom megmutatni nektek, fekete kő, hát illik is hozzá. Nagyon-nagyon jól néz ki a gép, ne tovább, fantasztikus rajta sütni, tudjátok. Imádok sütni, főzni, megmutatom nektek ezen a készüléken, miként lehet elkészíteni sok-sok finomságot. És mielőtt a készülékről beszélnék, rátérnék, megmutatnám nektek közelebbről, mutatom az alapanyagokat, amik a legfontosabbak, hiszen ezek fognak rákerülni. Láthatok kolozsvári szalonnát, csemege szalonnát, füstölt csemege szalonnát, egy kevés békönt fogok rádobni, ropogósra meg fogjuk sütni. Van egy kis jubélbe töltött kolbászunk, hamburgerbucink, fehér kenyerünk. Készítettem tegnap a hambiba, nézzétek meg, csodálatos husikat, egyetlen egy éjszakát, már ott volt a hűtőbe, ott pácoltam őket, jól összeértek. Van egy kis csillis füstölt sajtunk, ne tovább, a nagyon nagy kedvenc vasalcsirke, hétfűszeres vasalcsirke. Egyébként nagyon sokféle dolognak megtaláljátok a receptjét, akár a hamburgernek, akár a vasalcsirkének, tehát itt most nem konkrétan egy receptről lesz szó, hanem inkább megmutatom, hogy hogy lehet ezen a gépen szuper dolgokat elkészíteni. Láthattok 4 darab tojást, vöröshagymát, lilahagymát, kápia paprikát, cukkinit, gombát, egy kevés sót fogok felhasználni, és tört színes borsot. Ennyi az alapanyag összetétel, plusz zsiradékot természetesen nem kell használni, itt van a sok-sok kis jóság. Eszméletlen, tényleg, itt kifejezetten mondom, aki szeret sütni eszméletlen finom dolgokat, a teljesség igénye nélkül el lehet készíteni, hiszen hatalmas a felület, rá lehet dobni sok-sok mindent, és majd egy következő videóban még azt is megmutatom nektek, hogy szaftosabb, mondjuk egy tokányt, egy becsináltat is tökéletesen el lehet készíteni. Ne ugorjunk ennyire előre, megmutatom ezeket a sülteket nektek roppanod egyszerűen. Lesz egy nagyon pici előkészítés, pucolok egy kis hagymát, a gombát megmosom, stb. Jövök azonnal, és kezdjük a gépnek a bemutatását, és utána azonnal sütünk. Ígéretem szerint mondok pár mondatot a gépről, ami nagyon-nagyon hasznos, és feltétlenül érdemes azért is elmondanom, hogyha esetleg valaki egy ilyenbe gondolkodna, nekem nagyon nagy kedvencem lett, és tudjátok, annyira ismertek, aki ismer, hogy tényleg csak olyan gépnek a bemutatását vállalom, amit elsőként több alkalommal teszteltem, megkaptam a lehetőséget a pici gurmantól. Én szerintem nektek is ez a név nem ismeretlen, és hát neki is van egy YouTube csatornája, ne tovább van egy ilyen grill szaküzlete, és sok-sok ilyen Blackstone, akár Blackstone gépet is forgalmaz, gázos kivitelbe például. Én nekem most az elektromos jutott, pontosabban én kértem ezt, hiszen nekem ez egy nagyon-nagyon kényelmes pont, és nektek is ajánlom például olyan szempontból, attól függetlenül családi házban élünk, rengeteg olyan alkalom van, amikor meghívnak mondjuk valahova főzni, és nincs alkalmam mondjuk füsttel dolgozni, nagyon-nagyon fontos, vagy éppen említhetném nektek, aki panelba él, én is éltem, mi is éltünk panelba, néha meg is kaptam, hogy Szoki már megint mit művel, mert füstöltem ezerrel, és ugye hát alsó szinten voltunk, fölfele füstöltünk. Na, tehát azoknak is javallatos ez a gép, akik ilyenbe gondolkodnak, akár társasházba, vagy éppen panelba élnek, és van mondjuk egy erkélyük, csodálatosan ki lehet tenni egy kis asztalra, kezit csókolom viszont váltáskal, lehet rengeteg finomságot sütni benne. Na, visszatérve, tehát maga a gépről annyi, hogy anyaghasználatában én azt mondom nektek, és kinézetében teljesen ott van a topon, adom az arcom hozzá, hiszen sokszor kipróbáltam, sütöttem bele nem egyszer. Ami szembetűnő, és nagyon-nagyon jó, hogy ezt beletették, ez a színezett üveg. Higgyétek el, nagyon-nagyon sokat ad a géphez, enyhén ilyen kis barnás a színe, szerintem nagyon-nagyon pozitív. Sütő felület, ami teljes mértékben tapadásmentes, tehát nagyon-nagyon óvatjával a szerszámokkal, és itt Szilvikét meg is kérem, hogy mutassuk meg ezeket a kis lapátokat, vagy éppen a csipeszt, húslapátot, spaklit, hogy ezekkel gyönyörű szépen lehet úgy dolgozni vele nyilvánvaló, hogy sehol nem tudjuk megsérteni ezt a felületet. Kaptam én nyilván a vasalásra, és ez is nagyon nagy kedvenc, egy hússprést. Ebben viszont olyan szinten vigyázni kell, ez öntött vas, tehát nem alapra téve, húsra kell ráhelyezni, és ott kell préselni, ott kell vasalni a húsokat.
Tehát annyit szeretnék mondani, hogy erre a felületre oda kell figyelni, és megfelelő szerszámokat használva egy élet ez a gép. Vagy még egy. Na, tovább megyek ismételten. Két zónás, kettő zónás a felület. Ugye mind a két zónát külön lehet választani. Ez nagyon-nagyon hasznos, attól függ, mit süt az ember, és éppen mit tartana melegen az ember. Tehát, ha mondjuk ezen a felületen, nem utolsó sorban 260 fok, nagyon-nagyon fontos, lehet pirítani, oda lehet kínálni neki rendesen. Tehát, amikor megsütöttünk valamit, és abba gondolkodunk, hogy csak melegen szeretnénk tartani, mert Jóska Pista, Erzsi Piri, Sári, Mariska, Rozáli elkésik, most szóltak, akkor ezt a hús mennyiséget ide tolva, 90 fokon kezdi csókolom, ott lehet tartani, nem kell kivenni, fedelet le lehet zárni, ennyi az egész. Tehát ilyen szempontból, mint két zóna, és mind 90 Celsius foktól 260-ig szabadon a választás, tehát úgy, ahogy gondoljátok. Nagyon-nagyon gyorsan lehet rajta pirítani, sztéket lehet sütni rajta, karajt, flekkent, és sorolhatnám, tehát tényleg azért is mondtam nektek, a teljesség igénye nélkül bármit el lehet készíteni rajta, és ugye nem, hát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó ötlet az, hogy nem kell gondolkodni, hogy az elkére most mit tesz ki az ember, ez bátran kiteheti. Sütőfelületről 58x36-os, 58x36. Ez a belső hasznos. Mondjuk csak említenék nektek, egy ilyen vasal csirkét teszem föl, ebből akár 30 darab ráfér. Hát nem utolsó dolog, ugye? Amikor mondjuk sokan jönnek hozzátok, és de hát ne vegyünk 30-at, akkor vegyünk 15 szelet nagy karajt, 15 csirkét, tehát bőven rengeteg embert itt el lehet látni ezen, akár zöldség, akár tojás, akár 20 szalonna, és sorolhatnám téren. Látjátok, elő is készültem, azonnal neki kezdünk a sütésnek, meglátjátok, tényleg is szoktam volt mondani azt, hogy élménysütés, hát ebből az lesz. Imádok ezen sütni, nagyon szeretek ezen dolgozni, és remélem, ahogy és amint meglátjátok, hogy mik készülnek rajta, ti is ki fogjátok próbálni. Na, hagyj szóljon, ezt az oldalt fölküldöm 220-ra, tökéletes, itt nyugtázzuk, ezt meg 250-re leveszem, így fogok dolgozni, ahogy fölmelegedtünk, azonnal kezdünk. Indult az élménysütés, és látjátok, egy nagyon picit szétpakoltam szándékosan, hoztam egy tálat, egy nagyobb tálat, hiszen öten vagyunk, öten fogunk leülni, mostam egy kis salátát, meg paradicsomot, és még hozok ez mellé majd egy kis savanyúságot. Na, mi itt a lényeg, amik megsültek, én nem fogom melegen tartani, hanem hirtelen felindulásból egyből át fogom kínálni a tára. Na, és amit még az előbb elfelejtettem nektek megmutatni, nagyon-nagyon hasznos, van a gépezetnek, a berendezésnek, hátul egy ilyen kis zsírgyűjtő tálcája. Hasznosként említem nektek, nem kijönteni a kukába, a csapba, a benzinkútra elvinni ennek a tartalmát, hiszen kisütjük a szalonnákat, csemege szalonna, füstölt szalonna, békön, ne tovább, ott lesz a fűszeres csirkének a zsírja, a zsíradékja. Ezekbe össze kell gyűjteni, utána át kell szűrni, amikor kihűl, be kell tenni a hűtőbe, a következő étel alapjaként föl kell használni, higgyétek el, nincsen benne csalódás. Na, visszahelyezem, induljon a gépezet. Én úgy szoktam tenni, és hangsúlyozom én. Ezt lehet teljes mértékben máshogy készíteni. Én mindenféleképpen mondjuk a jobb oldalt igénybe véve, legelőször leszoktam pirítani a kenyereket. Amikor lepirítok a kenyerek, átteszem a tálcára, és ebben egy időben elindítom a hasznos zsiradék kisütését ezen az oldalt. Nem baj, ha egy nagyon-nagyon picit átcsorog ide. Megmondom, miért nem zsírba sütöm a kenyeret, az nagyon-nagyon megszívná magát, és úgyis mondjuk a sült csirkét és társait, úgyis a kenyerre fogom rápakolni, tehát túlságosan és több zsiradékot kapna. Na, Szoki, ne pofázz annyit, induljanak a kenyérkék, és meglátjátok, pillanatok alatt gyönyörű szépen az összeset oda tudom sütni, meg tudom pirítani. És küldöm fel a szalonnákat is a másik oldalra. Na, tökéletes. Ezt odébb tesszük. Husim, ha ide engedsz, tökéletes. Jöjjön a kolozsvári művek. Hát nem is kell semmit mondanom. És jöjjenek a csemege szalonnák elsőként. Ugye ezt a zsiradékot tökéletesen föl tudjuk majd használni.
megsütjük rajta a csirkét és a hamburgerhúsokat. A békönt egy nagyon-nagyon picivel később fogom sütni. Nem is fontos lehajtani a tetejét ebbe az esetben még. Sőt, az egész folyamat alatt, ha úgy gondoljátok, nem kell megtenni. Inkább azt mondom nektek, olyan ételeknél érdemes, ahol egy pici visszapárolásra van igény. Csodálatosak. Picit lehet mozgatni őket természetesen, annál szebben sülnek. Jövünk a kenyérhez, rátekintünk egy pillantást, nézzétek meg, nagyon-nagyon szépen sülnek. Itt egy pici szalonna zsírt már kapott ez a kenyér, nem kell megijedni, annál finomabb, csak ne áztassátok el. Ez nagyon-nagyon fontos. Megfordítom a kenyérkéket, és lényegében a másik oldalt is gyönyörű szépen meg fogom azokat sütni. Ami és ahol nem sült annyira, egyszer megfordítom a két szeletet. Következő lépésként nézzünk rá jóféle kis kolozsvári szalonnára. Érdemes rátekinteni, nézzétek meg. Egy lendülettel megfogom, megfordítom őket, és úgy szintén megteszem a csemege szalonnánál is ezt. Csodásak! Háj, de jól néz ki! Na, nem fogunk ma ilyen halni. Jó, másik oldal a kenyérnek kb. 3 perc. Szalonna másik oldala is kisül egy kicsit, hozom a húsokat. Mozgassátok őket, szeretik. Megsültek a kenyérkék, mehetnek a tára ünnepélyesen. Ez teljes mértékben rátok van bízva, milyen formába. Én most annyira itt nem adok az esztétikára, meg nem azt nézem, hogy sorrendet tegyem a szeleteket, hanem csak az érzést biztosítsam felétek. Na, fúj, de jó illata van. Rossz lapon sült kenyér. Jön még egy kis tojgli is rá, tudjátok, gombás tojás. Na, nagyon szeretni fogjátok az egészet. Következő lépésben, ennek annyira nincsen színe, ezt a picikét még itt visszateszem. Na, a következő lépésben, ami most fog következni, csenünk egy nagyon-nagyon pici zsiradékot, olyan szinten, belemártom a csikönt, csirkecombokat, ebbe a jóféle kis zsiradékba, idébb húzom, és lényegében ezeket is elkezdhetjük sütni. Na, szuper, ennyi, jöhet rá a vasalóművek, tökéletes. És ezzel egy színbe rápakolom a hamburgerhúsit is. Fantasztikus. A vasalóval egyébként ide is lehet jönni majd pár másodpercre. Eszméletlen jól néz ki minden. És a leges legvégén, tudjátok, ráröpül a sajt. Hozunk egy kis zsiradékot, nagyon-nagyon patent. A szalonnákat nyilván folyamatosan lehet forgatni. Sajtot visszahozom, hagy szóljon. Egyébként ezt a súlyt nem kell nyomkodni, ez a 2,1 kg, 2100 g, tökéletes. Csodálatosak. Megnézzük a kenyérkét is. Na, itt a szín. Tovább is léphetünk, jöhet a csirkéknek az első fordítása. És mint mondtam nektek, még megfordítom a csirkéket, adunk a hambi húsnak is egy kis lapítást, és nem kell agresszív mértékbe, éppen csak pár másodpercig ráteszem, és jöhet a csirkék megfordítása. Hát nézzétek meg első körbe, első oldalkörbe milyen jól néz ki. Fantasztikus. Lehet egy kicsi zsírt mindig fölhúzni, természetesen igényli és bírja is. Gyönyörű szép ropogós lesz a bőr. Picit megmozgatom, jöhet vissza. Egy perc múlva fordítom a húsikat. Szalonna meg jó süljön ki, úgy szeretjük.
foglalkozunk a hambihúsokkal. Épp egy nagyon picit. Eszméletlen. Na, ez az életérzés, csókolom. Egy nagyon picit megnyomkodjuk. Gyönyörűséges. Az a kérdés, mivel fogunk jól lakni? Melyik részéből lesz a legtöbb? De hát ezen nem szoktunk összeveszni. Na, következő lépésben annyit teszek. A vassal csirkét érdemes többször, akár egy ilyen 3-4 percenként fordítgatni. És természetesen, mint említettem, nem kell plusz súlyra, ne nyomkodjátok, hogy megmaradjon a nagyon-nagyon kellemes szavtartalma. Fordítsunk egyet, és ebbe a helyzetbe is megmutatom, botrányosan jól néz ki. Jöhet vissza a súly. Egyébként, mint mondtam nektek az előbb, ide is néha át lehet emelni, 20-30 másodperc, egy nagyon-nagyon picit itt is lehet préselni. Ránézzünk a szalonkákra. Aja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 j
nem engedelmeskedik. Tökéletes. Kolozsvári hamarosan készen is lesz. Ezt meg jó ropisra kisütjük. Hamarosan hozom a többi cuccot is. Gyönyörű szépen megsültek a szalonnák, amiket ide oldalvájzba ki is emelek. Fantazmagória, gyerekek. Eszméletlen. Csorog a nyálam. Nem szoktam ilyet mondani nagyon, na de hát ez van. Kolozsvári művek, érdemes rátekinteni. Egy picit aláemelek, hogy a csipesz belekapjon. Csak mert hogy én is belekapjak, mert olyan éhes vagyok. Tökéletes. Gyere velem, én sem megyek sehova. Hát eddig ugye, én azt mondom nektek, perfektó minden. Jöjjenek a kolbikák, ne legyenek magányosak, elkezdem fölpakolni őket, és ezzel együttembe jöhetnek a békönök. Szépen sorba, egyszerűen föl fogom haigálni őket. Ezek nagyon gyorsan meg fognak sülni. Egyet ide, teljesen mindegy, ahogy ti gondoljátok. Szépségesek. Ezt a jó ropogósra ki szoktam sütni. Nagyon patent. A csirkék hamarosan készen is vannak egyébként. Na még egy. Szuper. Rendet lehet csinálni, mindennek jusson hely. És a szalonna zsír itt is táplálja egy kicsit a hamburgert. Pontosabban a pogácsát. Kicsit el vannak szakadva itt a békönök végei, na de hát kicsire nem adunk. Van még két szeletke, kipumpálom ide őket. Hadd süljenek. Ránézünk a csikőre. Innen már nem is fordítom vissza. Kb. Egyetlen egy perc ez az oldal, és készen is vagyunk. Csodáljátok meg, fantasztikus. Hambihus is készen van hamarosan. Jöjjön a hambikra. Egy-egy szelet jóképű sajt, csillis füstölt sajt, de természetesen bármilyen kedvenc sajtot rá lehet pakolni. Tökéletes, hagyolvadjon. Annyit fogok tenni, ezt egy picit odébb tesszük, nyugodtan a békőre is rá lehet tenni, csak a felülethez ne érjen, ne sértsétek meg. Jöjjenek ki a csirkék, mutatom nektek, szépséges, jóságos, nagyon-nagyon kellemes és szaftos csirkék születtek. Megfogom, húsom egy picit, ha ide engedsz, köszönöm. Elkezdem ezeket is fölpakolni. Természetesen hamarosan neki fogunk látni.
csodásak lettek. Ezt nézzétek meg, ropisből, nagyon-nagyon fontos. Következő lépésben mutatom nektek a cukkinikat, és olyan értelemben, nézzétek meg, előre le voltak sózva, nagyon fontos, ne vigyük föl a levet, tehát a létartalmat, lesóztam, kiengedett magából, megfogom, és egyszerűen egyenként föl fogom helyezni őket. Gyönyörű szépen megsütjük őket. Cukkininek nem kell sok, zöldség, tudjátok. És hogy mennyire jól lehet kezelni a hamburger húsit, azt is mutatom nektek. A sajtos oldalával pár másodpercig meg fogom sütni, és azokat is ki fogom emelni. Na, ez jöhet vissza ide mondjuk. Tökéletes. Megnézzük a kolbikat. Ajajajajajajajaj! Szépségesek. Elkezdtek megsülni. Na, aki nem bírja a forrót, nyilvánvaló csipesszel dolgozzon. Hamarosan készen is vagyunk. Mindenki farkaséhes. Jöhet a hamburger fordítása. Nézzétek meg, egy nagyon-nagyon picit oda sütöttük a sajtot, annál finomabb lesz természetesen. Annyit fogok tenni, kiemelem őket, ráteszem már a tepsire, pontosabban a tálcára, amin készül ugye minden, előkészül minden, és a megfelelő pillanatban, ahogy megpirult a hamburger zsömle, össze fogom pakolni. Mutatom közelről. Fantasztikus lett. Na, ezt csak ideglenesen ide teszem. Mutatom ezt is. Füstölt sajt, csilivel, eszméletlen jó. Tökéletes. Na, haladhatunk tovább, hiszen van hely, jöjjenek a paprikák, kápia paprikák, amik egész gyorsan meg fognak sülni. Egy picit itt rendet csinálva a békönnél, fölpakolom a zsemléket is. És nézzétek meg takarítás szempontjából, ennyi volt az egész. Jöjjenek a zsömlék. Gyönyörű szépen meg fogom őket pirítani. Na, harmadikat majd később. Elfogyott a hely. Patent. Meg vagyunk a paprikákkal, elkészültek a cukkinik, nézzétek meg a békön, ropogós, megsült a kolbász. Na, annyit fogok tenni, és látjátok a hambi húst egy nagyon picit becsomagoltam, hogy ne hűljön. Ezt majd itt még az utolsó pillanatban, mielőtt elkezdeném összepakolni a pirított zsemlékbe, picit melegre teszem. Nem veszem le 90 fokra, de szándékosan be van csomagolva, nem fog tovább sülni. Ami fog következni a leges legvégén, készítek egy nagyon kellemes tojásos, gombás kis rántottát, azt is mutatom nektek. Na jöhet a pakolás, ezt nézzétek meg. Imádjuk a kápia paprikát, egy kis kemencés hatást adva neki, meg hát maga a... Nem is mondom, hogy fantazmagória, mert lecsaptok érte. Tudom, mit jelent a fantazmagória, nem azért szoktam mondani. Na, kipakolom, jönnek a sült kolbik, teljes terjedelmükbe, csodásak lettek ezek is. Szuper. Ide pakolom, kicsi rendet csinálok, hogy a békön is ide férjen, és elkezdem fölhalmozni ide a sarokba. Csuda szépek lettek. Jó rop is minden, így szeretjük. Na, jöjjön az utolsó, és főként a cukkinikat ne hagyjátok ott, ha túl sütitek, akkor keserű lehet az ízhatás. Ezt nézzétek meg, milyen szépek. Gyönyörű. Na, használok egy másik kanalat is, másik lapátot, hogy egyszerűbb legyen a dolog. Kezetekre vigyázzatok, azt ne égessétek meg. Szupi. Nagyon jó. Na, húsom, ne kapcsolt ki a kamerát, mert jövök ezerrel. Megfogom a hagymákat, egy slukkal ideöntöm, elkezdem lepirítani, és miközben ez folyik, ez a folyamat, az alatt összerakom a hambit is.
Csodálatosan lepirult a hagyma, nézzétek meg ebbe a pillanatba. És azt is mennyire látni, nézzétek meg, mindent szépen összeszedtem, minden kis sült zsiradékot egy helyre terelgettem. Terelgetésből jó vagyok. Viccen kívül szétküldöm a hagymát egy nagyon-nagyon picit, és egyszerűen ide belehalmozom a gombákat, gyönyörű szépen ezt is le fogom pirítani. Ez kb. Egy olyan 2-3 perces szakasz még. Amikor ezzel megvagyok, puff, jöhet a tojás. Csak a végén sózok és borsozok. Egyébként ezt az oldalt nyugodtan föl lehet tenni 260, és ezt is 260 fokra. Most adunk egy kis kakaót. Gyors pirítás érdekébe. Gyönyörűségesen le van pirítva a gomba a hagymákkal együtt, nézzétek meg. Nagyon-nagyon pozitív. Most annyit fogok tenni, csinálok egy pici kis fészket. Jó a fészek, Szilvike? Azt mondja, jó. Na, következő lépésben egyszer megfogom a tojglikat, egyenként bele fogom ütni. Csodálatos sárga tojgli. Nagyon pozitív. És egy nagyon picit elkezdem megsütni, és csak utána hirtelen felindulásból, még hogy lágyra maradjon az egész, át fogom forgatni. Jöjjön egy kicsi só, ízlés szerint, mi tudjuk, hogy mennyire jó nekünk, tökéletes, és jöjjön az elmaradhatatlan színes bors. Supernova. Bocsánat, húsom. Na, ez a fedő leesett, nem baj. Csak nehogy elcsúszkáljak rajta. Annyit fogok tenni, hozok most két ilyen kanalat a legnagyobb élmény érdekébe. Egy nagyon-nagyon picit szétküldöm a tojásokat, és egyszerűen picit mindig ráfordítva a forró alját készre fogom sütni. Egyetlen egy perc az egész. Nagyon gyorsan megtörténik ez a folyamat. Mi úgy szeretjük, ha lágy marad. Semmiféleképpen nem sütöm túl. És nézzétek meg, szinte azonnal meg is vagyok vele. Húsom, cserélünk helyet? Mert mindjárt elkezdem kilapátolni. Bocsánat, itt vagyok, köszönöm. Na, nézzétek meg, ennyi. Tovább nem sütöm, visz, néz, mehet a tára. Atyaisten, de jó. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a végeredményt, és egybe egy gyors búcsúzás. Láttátok végig a folyamatokat, tényleg rengeteg ételt el lehet készíteni ebbe a jó kis gépezetbe, Blackstone-ba, és ha van rá még lehetőség, természetesen a pici gurmanddal összeállva, összebeszélve, akkor készítek még ételeket, és ahogy mondtam nektek, nem csak akár frissen sülteket, hanem akár szaftos ételeket is, majd egy kicsi rafinériával megmutatom nektek, tökéletesen el lehet készíteni, akár 10-12-15 főre is ebbe a műszerbe. Mutatom nektek itt a zsiradékot, szándékosan, nehogy elfelejtsem, ezt a kis kincset kivettem itt a hátuljából, természetesen át fogom szűrni, nagyon kellemes, már ilyenkorra beleszagoltok, érzitek ezt a füstölt szalonna illatokat, és további fűszeres illatokat, amik a csirkéről kerültek bele, na, egyet szeretnék mondani, nem kiönteni, nem kidobni, el kell tenni, le kell szűrni, egy üvegbe bele kell pakolni, és lényegében bármikor fel tudjátok használni, sok-sok finom, és tényleg kellemes étel alapjaként el lehet rajta indítani a hagymát, a zöldségeket, a húst, és sorolhatnám. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, jaj, és még egyet meg akartam mutatni, na, Szoki, öregszel. Szándékosan nem takarítottam ki az edényt, az edényzetet. És hogy miért nem takarítottam ki, mutatom nektek. Egy egyszerű kéztörlő, semmi furfang nincsen benne, nézzétek meg. Ennyi, egy-két mozdulattal össze lehet takarítani, akár ide bele lehetne söpörni, nem teszem nyilván, hiszen át fogom szűrni amúgy is a zsiradékot. Nézzétek meg, ide terelgetve. Már majdnem, hogy el is takarítottam a betétet, természetesen el kell mosni, csak mondjuk, hogyha gondoljátok, két sütés között gyönyörű szépen pár mozdulattal ezt meg lehet tenni, és tovább lehet sütni benne. Szuper, ennyi.
vigyázzatok, ne karcoljátok meg, ez nagyon-nagyon fontos. Itt a második kéztörlő, és ebben már teljes mértékben nézzétek meg, le is tisztáztam, tiszta lett az edény. Fogadjátok nagyon sok szeretettel tőlünk ezt a videót. Ha gondoljátok, majd készítsétek el ezt a sok-sok finomságot, vagy éppen csak az egyiket belőle, higgyétek el, nem fog csalódás érni benneteket. Jó étvágyat hozzá, nagyon kellemes hétvégét, és látogassatok el, mint említettem nektek, a Pici Gurman oldalára, ott sok-sok műszert még találtok, tényleg minőségi termékek, vagy éppen iratkozzatok fel a csatornájára, azt is megtaláljátok a YouTube-on. Szavaztok, jó egészséget, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, jó étvágyat hozzá, sziasztok!